De most, hogy a új témákat se hanyagoljuk el, ugye Európa új népeinek a megtérése. És annál is aktuálisabb ez, hogy most ugye olyan korban élünk, ahol Európa is le akarja dobni magáról ezt a keresztény igát, és hát megkérdőjeleződik ennek az értéke, hogy Európa ugye keresztény identitással bír, és hogy az európai népek gyökerükben keresztények. Hát érdemes azért visszagondolni arra, hogy hogyan is történt a kereszténységnek a felvétele, mit is hozott a kereszténység ezeknek a népeknek, és nem utolsó sorban a mi magyar népünknek is. Hát először is ugye azt kell tudni, hogy vannak olyan népek, amelyek már a római korban keresztényé váltak. Tehát amint ugye Nagy Konstantin megadta a szabadságot a keresztényeknek, már akkor megindultak a misszionáriusok a kelt a vidékre, hogy elvigyék a keresztény örömhírt, és sikerrel is jártak. Ugye például a kelták közé soroljuk a gallokat, ugye ahol a mi szülöttünk, ugye Szombathely szülötte, Túri Szent Márton térített a 4. században, és ugye ő az első olyan szent, akit szentként tisztelnek, annak ellenére, hogy nem volt vértanú. Viszont hát ugye a szerzetesi életnek a földvirágoztatásában nagy szerepe volt, illetve a misszióban is. A Szombathelyen a Szent Márton templom, domonkos templom előtt, ugye ahol Mártonnak a szülőhelye is látható, van egy szobor, hogy Márton megkereszteli édesanyját, tehát a saját családjában kezdte a missziót, és hát például a galloknál folytatta. Aztán ugye az íreknél tudjuk, hogy Szent Patrik a fő misszionárius, és hát ugye érdekes Szent Patrik életében, hogy ő ugye angol száz származású volt, és fiatal korában a pogány írek rabságába került. Pár évig Írországban raboskodott, és hát most vagy mondhatjuk, hogy elegáns bosszút állt a rabtartóin, vagy pedig annyira megszerette őket, hogy jót akart velük tenni viszonzásul a rosszért, hogy miután pap lett, meg püspök, visszatért Írországba, és hát megtérítette az egykori ellenségeit. Az ő módszere az elsősorban ugye a kolostor alapítás volt, tehát a kolostorok voltak a misszióknak a központjai, az egyház életet az abbátok irányították, egy nagyon érdekes deformitás látható Írországban, hogy még a püspökök is az abbátok alávetettjei voltak. Tehát az egyik szerzetes fölszentelték püspöknek, hogy végezze ugye a szentségi feladatokat, de a főnök az abbát volt akkor is a kolostornak a vezetője. És egyébként Írországban a monasztikus ugye szerzetesi aszkézisnek a legdurvább példáit látjuk, tehát kegyetlenül gyötörték, kínozták magukat, vezetőnek, ostorozások, több száz levonulás naponta, imád százai, a minimum az, hogy a teljes zsoltáros körű napi elimádkozása, tehát egészen extrém módjaira, amik már az emberi tűrőképesség határai feszegetik, de nagyon hatékony volt, mert nem csak hogy Írország egészen napjainkig, tehát kemény katolikus ország lett, hanem a misszióknak a kiinduló pontja is. És aztán ugye a skótoknál a 6. században Szent Kolumba bencés szerzetes érített. No, tehát ezek a kelta népek. Nézzük a germán népeket. Na most itt rengeteg fajta germán van, ebből a diákjaim a falra másznak, mert ezeket a ugye, különböző csoportokat mind meg kell különböztetni. Ugye érdekes a germán népeknél azt látjuk, hogy ugye ezek barbár ilyen királyságokban éltek, és általában mindig a misszionárius az uralkodó célozta meg. Nagyon sokszor először a király vagy a fejedelem feleségét nyerte meg a hitnek, és aztán a feleségtől indult el ugye az egész nép megtérítése. És hát akkoriban ugye az emberek nem voltak ennyire individualisták és ennyire öntudatosak, mint manapság. Tehát, hogyha a fejedelem úgy döntött, hogy most keresztények leszünk, akkor ezt nem kérdőjelezte meg senki, hanem akkor tömegesen megkeresztelkedtünk. Igaz, hogy az erkölcsöknek a személyes életpélda az
még sokáig nem illeszkedett a kereszténységhez, tehát ez egy hosszú folyamat volt, de ebben például nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak megint csak a kolostorok. Mert ugye ott voltak az első iskolák, az első kórházak, az első ugye szociális otthonok, a szerzetesek őrizték meg ugye az új népek számára ókori római antikvitásnak a kincseit, ugye a tudományt, filozófiát, orvostudományt, a irodalmat, ugye átörökítették a latin nyelv által, megtanították ezeket a újonnan jövő népeket a földművelésre, például a letelepedett életmódra, tehát a civilizált életet elsősorban a bencésektől tanulták ezek az új népek, és így lassan ezek a barbár törzsi királyságok feudális államokká fejlődtek a kereszténység alapjai. Nézzük a keleti germánok, ugye? Hát elsősorban ugye az egy első csoport, amit tartozik, azok a vandálok Észak-Afrikában. Hát ugye Szent Ágoston atyánk életében olvassuk, hogy ugye az élete végén a vandálok keserítették a napjait, akik ostromolták Hippó városának a falait, és hát úgy halt meg, hogy úgy tűnt, hogy a vandálok teljesen elsöprik az ő városát, püspökségét, az észak-afrikai kereszténységet is, de hát őket is sikerült megtéríteni. Aztán ugye a másik nagy csoport azok a gótok, akik először ariánus formájában találkoztak a kereszténységgel, tehát a mit mércék szerint nem is igazi keresztények, de hát legalább azért a ugye biblikus istenképpel, Jézus Krisztus tanításával valamilyen formában ugye találkoztak. Az első ismert ilyen ariánus gót püspök, Vulvila püspök, aki a Bibliát is lefordította a gótok nyelvére, és ez a legősibb ugye gót nyelvemlék. Aztán a gótokon belül vannak például a nyugati gótok, ezek a vízigótok, ugye a vízigótok semmi közük a vízhez, hanem a vízi az annyit jelent a nyelvükön, hogy nyugati. Ugye ők a Pirineus félszigeten laktak, Sevilla volt a központjuk, és hát belőlük alakult ki a spanyol nép. Egyébként ugye a vízigótoknak egy külön rítusuk is van, volt, és hát a mai napig is létezik bizony pillanatos formában a mozara vagy vízigót rítus, aminek nagyon sok keleti eleme van, nagyon ünnepélyes, díszes, és hát még a, ugye a későbbiek folyamán visszaszorult a római rítus javára, viszont Toledóban mindig volt egy kápolna, ahol folyamatosan végezték ezt a rítus, és hát a mi korunkban született egy ilyen modernizált változata is. Úgyhogy van mozarab novus ordo mise is, de a régi is létezik ugyanakkor. No, szóval ezek a nyugat vízigótok is eleinte ariánusok lettek, de a 8. századtól fokozatosan katolizáltak, és hát tudjuk, hogy az ő uralmuknak az arab hódítás vetett véget 711-ben, és hát utána egészen a rekonkisztáig, ugye a visszafoglalásig, hát tulajdonképpen egy kalifátus volt ezen a területen, és hát a keresztényeknek igen nehéz volt a sorsuk. Keleti gótok, vagy az osztrogótok, ugye ők Itáliában, Észak-Itáliában, Ravennában, Ravenna központtal léteztek. Az ő vezérük Nagy Teodorik volt az, aki döntött a kereszténység mellett. Hasonlóképpen ugye a longobárdok, a mai Lombardia, ugye a longobárdoknak az ős hazája, ennek szintén Észak-Itáliában, ennek a központja volt Pávia, és ugye itt jön be a királyné szerepe, Teodorinda királyné tette a longobárdokat katolikussá, Nagy Szent Gergely pápával ugye összebeszélve. Ez a Nagy Szent Gergely pápa ugye nagyon, amellett, hogy a liturgiában hatalmas érdemei vannak, ugye a Gregorián ének tőle vette a nevét, sőt, mondhatjuk, hogy az a régi rítus, amit mi végzünk, az lényegében Nagy Szent Gergely pápa rítusa. Úgy is mondhatjuk, hogy Gregorián rítus. De hát a missziókban is, ugye például az angolok megtérítésében van ez a híres legenda, hogy Nagy Szent Gergely pápa Rómában, ugye hát szétnézett a piacon, hogy hát mi mennyibe kerül, mi az
kínálat, és hát persze rabszolgák is voltak a kínálat között, és hát látott ilyen nagyon derék, szép, szőkehajú, délzeg fiatal embereket, és hát megkérdezte, hogy kik ezek a szőkék, hát ugye Itáliában nem nagyon jellemző, hogy ilyenek szalaggálnak, és azt mondták, hogy hát ezek az angolok, és azt mondja, angolok, hát miért nem lennének inkább angyalok, ugye, ángli meg ángeli, és akkor elküldte hozzájuk Canterbury Szent Ágoston, Bencés apátot a térítésükre. Hát szóval ő így a longobárdokat is megtérítette, Teodolinda királyné segítségével, aki ugye hát nő létére, ugye egymás után két királynak is a felesége volt, és mind a két férjét ugye sikerült a szentünknek megnyerni. Aztán ugye itt vannak még a gótok között a burgundok, akik ugye Galliában laktak, ők is ekkor térnek meg. Ugyanakkor például a Galliában laknak a frankok is, akik már a nyugati germánokhoz tartoznak, tehát most egy másik nagy csoport a nyugati germánok. Galliában ugye a gallok és a frankoknak az egyesüléséből született tulajdonképpen a mai francia név, és az ősi frank dinasztia a Merovin dinasztia, aminek az első keresztény uralkodója Klodvik. Ő viszont a kedves felesége Klotild királyné hatására lett keresztény, és a térítő püspöket úgy hívták, hogy Szent Remigius Saremi, ugye Szent Remigius püspök, és hát van egy nagyon szép történet is erről a megtérésről, hogy azt mondjam, Túri Szent Gergely írja a 6. század végén a Frankok története című művében. Szent Remigius nagy örömmel megparancsolta, hogy készítsék el a keresztelési fürdőt. Az utakat tehát tarka szőnyegekkel teleakadták, a templomokat fehér függönyökkel ékesítették, a keresztutat rendbehozták, kellemes illatok áradtak szét, fényesen ragyogtak az illatos gyertyák, s az egész templomot a keresztút körüli égi jó illat töltötte be. Először a király kérte a keresztséget a püspöktől. Mint egy új Konstantin ment a keresztfürdőhöz, hogy a régi bélbokrosságtól tisztára mosakodjék. Midő pedig odalépett, hogy megkeresztelkedjék, így szólt hozzá beszédes ajakkal Isten szentje, mármint Remigius. Hajtsd meg szeliden a nyakadat, szigamber, tiszteld, amit eddig üldöztél, és üldözd, amit eddig tiszteltél. Így vallotta meg a király, a mindenható hármas egyisten, és megkeresztelkedett az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében, és megkenetett szent olajjal Krisztus keresztjének jelével. Kíséretéből pedig több mint 3000 keresztelkedtek meg. Tehát ugye itt sem volt kérdés, hogy legalábbis a nép vezető rétege követi a fejedelemnek a döntését. Aztán ugye Britanniában az angol szászok szintén a nyugati germánokhoz tartoznak. Az előbb említettem a Nagy Szent Gergelynek a történetét, aki ugye elküldi az angol szászokhoz Canterbury Szent Ágoston. És ugye itt is először a király Ethelbertet, illetve még korábban a feleségét Bertát sikerült megnyerni a 6. században a keresztségnek, és hát itt is ugye azt látjuk, hogy a kolostorok, a központok, és különösen ugye van néhány történet, hogy a kolostori liturgia szépsége nagyon nagy hatással volt az angol szászokra a megtérésű ügyében. Aztán a 8. században ugye egybeolvad a brit és az angol szász, ugye ár, és hát kialakul a mai angol nép fokozatosan. Egyébként óriási feszültségek voltak ugye a brit szigeteken, már ugye a római korban megtért kelta népek, és az újonnan megtért ugye angol szászok között, tehát az egyházi struktúra is más volt, a mentalitás is más volt, úgyhogy a kettőnek az egybeolvadás az egy hosszadalmas, nagyon nehéz folyamat. Egyébként létezett külön keltanítus is, aminek hát részben a nyomai egy-két ilyen kósza visszáléban megtalálhatók, részben pedig átmentek a
úgynevezett Salem rítusba, ami ugye hát Angliának a saját rítusa volt egészen, hát a, ugye, tulajdonképpen a tridenti zsinatig. És ennek is nagyon szépen dokumentálva vannak a szövegei, énekei, szertartásai. Aztán ugye a nyugati germánokhoz tartoznak a németek is, akiknek a nagy térítője Szent Bonifác, ugye a 8. században ő angol szász volt, tehát Angliából jött a németekhez téríteni, és egy nagyon-nagyon karakán ember volt, aki ugye meg akarta mutatni, hogy az az Isten győzön, aki erősebb, és ugye hát van egy híres legenda, hogy egy alkot kötött a németekkel, a hallgatóival, hogyha ő kivágja Thor Istennek a tölgyfáját, és templomot épít az faanyagból, és semmi baja nem történik, akkor úgy elismerik, hogy a keresztények Istene erősebb a pogány isteneknél, és miután ugye hát mindenki félelemmel nézte, hogy mi történik, amikor a fejsze éri a szent tölgynek ugye a felszínét, és nem történt semmi, és akkor nyilván Bonifác bebizonyította, hogy hát a pogány istenek üres démonok, ugye, ahogy mondja a Zsoltár, a mi urunk pedig az ég alkotója. És hát egyébként persze nem ment ez ilyen könnyen, ahogy a legenda mondja, mert Bonifác is vértanú volt, úgy ábrázolják, hogy egy könyvben védi magát, és az egyik pogány, ugye éppen egy bárgal ketté hasítja a könyvet is, meg Bonifác fejét is egyúttal. Ugye hát azt mondja a történet, hogy éppen a bérmálkozókat várta Bonifác, és a bérmálkozók között volt egy ilyen orgyilkos is, aki hát az életére tört. No, a legkésőbb a német törzsek közül a szászok értek meg a legkésőbb és a legnehezebben Nagy Károly idején. Hát Nagy Károly egy kis erőszakot is azért alkalmazott, hogy meggyőzze őket és jobb belátásra bírja, hogy miután már minden német törzs megtért, akkor hát itt az idő, hogy ti is meggondoljátok ezt az ügyet. Na nézzük az északi germánokat. Ugye ez a mai skandináv népek, egész Skandináviának a nagy térítője Szent Ansgár, vagy Oszkár, püspök, természetesen ő is vértanú, mert ezek a népek mindig azért vértanúsággal hálálták meg a térítőiknek a munkásságát, és ugye Oszkárt, Ansgárt február 3-án ünnepeljük Szent Balázsra együtt, ezért is kerül egy kicsit háttérbe, mert mégis hát a balázsolás az népszerű. Ugye, a vidékükön, a Szent Oszkár szintén mindig a királyokat célozta meg, és ezek a skandináv népek nem csak hogy Oszkár, hanem a királyokat is vértanú halálhoz segítették, tehát nem nagyon hatták le a derekukat. Így például a dánoknál Szent Kanut vértanú király volt a térítésnek az elindítója, de ugye az egyházi központ Lund volt a 11. századtól. Ugye az a Lund, ahova most nemrég ment ugye Ferenc pápa a reformációról megemlékezni, és ami most ugye jelenleg evangélikus egyházi központ. Tehát ezt ugye Szent Oszkár és Szent Kanut király alapították a 11. században. A norvégoknál Szent Olaf vértanú király, szintén a 11. századtól a központ az Nidaros volt. Nekem sikerült oda eljutni, Trondheim úgy hívják ma ezt a várost, ahol Szent Olaf nyugszik, természetesen a templom evangélikus, gyönyörű szép gótikus katedrális, azt hiszem, hogy talán a legészakabb gótikus katedrális. Ugye megengedik néha a katolikusoknak, hogy ott misézzenek, és van mellette, a gótikus katedrális mellett egy ilyen buszpálya, ott van kinézetű csövekből épült katolikus székesegyház is. De ugye sajnos a reformáció a katolikusost itt igencsak háttérbe szorította, és most pedig leginkább a lengyel, meg Fülöp-szigeteki, meg egyéb ugye bevándorlók azok, akik erősítik a katolicizmus ügyét. És aztán végül svédek Szent Erik királynak a munkát, és Értalmi király munkásságának a révén tértek meg 12. században, és az ő központjuk Uppsala volt, ami ma szintén evangélikus központ. Aztán ugye itt vannak a különböző szláv népek, például ugye
Hát a horvátok azok 680 körül tértek meg, ugye latin missziós papok buzgolkodása nyomán. A szerbek azok a szintén a 7. században kezdtek megtérni, Herakleiosz, bizánci császár munkássága lévén többszörösen visszaestek a pogányságba, de hát a bizánciak gondoskodtak, hogy mindig visszatérjenek a keresztény útra. Aztán ugye a cseheket német papok térítették, és hát ugye a segítője Szent Bencel vértanú herceg volt, ugye a nagy cseh védőszent. És ugye hát ennek a Bencelnek egy nagyon drámai a története, hogy ugye Bencelnek volt egy nagyon jámbor vallásos nagymamája, Szent Ludmilla, aki őt már fiatal korában a kereszténységhez vezette, és ugye viszont volt egy pogány anyja, Dragomira, és egy testvére, aki szintén egy vadpogány volt, és miután Bencel ugye keresztény apja halála után trónra került, és még buzgóban ugye terjesztette a cseh körében a hitet, az anyja és a testvér öccse ugye összeesküdtek ellene, és a saját testvére gyilkolta meg egyszer ugye imádság közben a templomba. Úgyhogy a mai Prágában ugye a Szent Vitus domba, ott van az egyik oldal kápolnában Bencelnek a sírja, és mellette egy másik templomban, egy kicsit odébb, Szent Ludmillának, a jámbor nagymamának a sírja. Egyébként a cseheknek egy másik nagytérítője is volt, ugye Szent Adalbert prágai püspök, akinek aztán nagyon-nagyon nagy része volt a magyarok térítésében is, de végül hát a poroszok körében szenvedett vértanú halál. Egyébként ugye Adalbert is egy ősi, nemesi cseh családból származott, és hát bizony többször száműzték őt a csehek, mert nem nagyon akarták a fejüket a kereszténység igájába hajtani, meg hát a szigorúságát sem nagyon díjazták, úgyhogy így lett Adalbert missziós püspök, hogy nem tudott visszatérni Prágába, többször ugye elment Rómába a szerzetesnek, hogy ő visszavarul mindentől, az imádságnak fog élni, aztán a pápa mégis küldte őt különböző missziókba, és így került hozzánk ugye Magyarországra is. Hát a hagyomány szerint ő keresztelte, vagy legalábbis bérmálta ugye Szent Istvánt, és István hálából hát az ő tiszteletére szentelte a első esztergomi székesegyháza, tehát a mai napig az esztergomi egyházmegyének a fővédőszentje Szent Adalbert vértanú püspök. A lengyeleket németi cseh papok térítették, nem utolsó sorban Szent Adalbert püspök, és ugye Gniezno volt az ő vallásos életüknek a központja. Egyébként egy Mieszko nevű fejedelem volt az, aki kérte ezeket a, hívta ezeket a térítőket. Tehát ez a 966-ban hívta a térítőket. A morvák, ugye Rasztiszláv fejedelem kérésé, a Rasztiszláv fejedelem, morva fejedelem fordult a bizánci császárhoz, hogy térítőket kérjen, akik lehetőleg a saját szláv nyelvükön fogják majd terjeszteni az evangéliumot, és a bizánci császár egy Tesszalonikában élő görög testvérpár, Szent Cirill is Metódot kérte meg erre a feladatra. Ugye Cirillnek eredeti neve Konstantin, Metódnak eredeti neve Mihály, tehát ezek ugye szerzetesek voltak, és hát ugye nagyon műveltek, ismerték a szláv nyelvet, és annak érdekében, hogy hatékonyabban terjesszék a szlávok között az evangéliumot, egy ABC-t is kitaláltak, a glagolita ABC-t, ami ugye a mai Cirill ABC-nek az őse. A Cirill ABC-t egyébként Cirillnek egyik tanítványa, Ohridi Szent Kelemen szerkesztette meg. És ugye ez a szláv nyelvű liturgia és térítés, ez bizony nagyon-nagyon hát kihúzta rövidebbet a nyugati papoknál, különösen a bajor papoknál,
többször ugye feljelentették, Cirilt is, Metódot többször üldözték is emiatt, de a pápa valahogy mindig igazat adott nekik. Ugye Cirill végül is egy ilyen római út során meghalt, 42 éves korában, és ma is ott található a sírja Szent Kelement bazilikájában, mert Cirill és Metód hozták római Szent Kelement pápa erekéit Rómába, Krím szigetéről, úgyhogy Cirill is oda temették Szent Kelement erekéi mellé, ez a szlávoknak a nagy zarándok helye, Metódot viszont a pápa püspökké szenteltette, és visszaküldte a Morva fejedelemségre, de is hát ugye itt élt még jó pár évig püspökként, nagyon-nagyon sok küzdelmek közepette. És egyébként Cirillnek is, Metódnak a magyarok térítésében is nagyon fontos szerepe volt, nem a honfoglalás után, hanem még azt megelőző korból. A bolgárok ugye, mi szintén szlávként gondolunk rájuk, pedig ugye ez eredetileg török eredetű nép, akik később elszlávosodtak, és az ő nagy térítőjük Cirill is Metód tanítványa, Ohridi Szent Kelemen, ugye aki az előbb említett Cirill írás is létrehozta, és ugye itt a 9. századra tehető az ő teljes megtérésük, egyébként nagy birodalmuk volt, stb. Igen, bonyolult a történet. Volt egy bizonyos vita is, hogy ugye a pápa is inkább nyugati egyházhoz akarta őket csatolni, de végül mégis Bizánc győzött, és így a keleti kereszténységhez csatlakoztak. És a szlávok körében még ott vannak az oroszok, akiknek ugye a nagy térítője, Kijevi Szent Vladimir fejedelem, és hát az ő édesanyja, Olga, szintén Szent Olga. És itt is van egy kedves történet, hogy ugye Szent Vladimir hát elküldi az ő követeit a környező népekhez, hogy ismerjék meg ezeknek a népeknek a vallását, szertartásait, gyakorlatait, hogy melyik az, ami a legszebb, a legfényesebb, ami a legjobban, legnagyobb hatást fogja gyakorolni az ő népére, és hát végül is azt mondják ezek a fejedelmek, hogy voltak a muszlimoknál, voltak a nyugatiaknál is, de amikor a bizánci liturgiát látták, akkor az annyira elbűvölte őket, hogy azt se tudták, hogy a földön vannak-e vagy a mennyben. És itt is a liturgia szépsége döntött el a kérdést, hogy akkor ők keleti keresztények lettek. A 10. századra ugye a Kijevi Rusz volt az ő egyházi központjuk. És hát itt elérkeztünk a magyarokhoz is, lehet, hogy nem fogjuk ezt befejezni. Mikor is? 3/4-kor vagy? Úgy szoktak minket kiküldeni. Jó, na. Tehát ugye itt is azért érdemes a témával foglalkozni, mert manapság ugye nagyon elterjedt ez a fajta ilyen ős-magyar, pogány-magyar mozgalom, ami hát kétségbe vonja a mi kereszténységünkre, térésünknek az értékét, értelmét, Szent Istvánnak a jó szándékát, és ugye hát az egész döntésnek a revízióját sürgetik, és hát ugye az egyik nagy érv, hogy hát tűzzel, vassal térített ugye István, meg a, ugye meg az egyház. Hát az egyik atya, aki gyerekkori lelki atyám volt, azt mondta, hogy először is azt vegyük tudomásul, hogy abban a korban semmi sem ment másképp, csak tűzzel, vassal. Tehát ez teljesen normális volt abban az időben, és a másik, hogy nem szabad soha az elmúlt koroknak az emberét mai ugye individualista és abszolút ilyen önközpontú és öntudatos szemüveggel nézni. Tehát az akkori ember sokkal inkább kollektív módon gondolkodott, ahogy az előbbi népeknél is mondtam, hogy azért a fejedelemnek a döntése és az akarata az döntő volt. Nem mintha nem lettek volna ugye lázadások, ismerjük a pogány lázadásokat is, Vatta meg mások is, ismerjük a vértanúkat is, de a népnek a zöme az nem kérdőjelezte meg a vezetőnek az akaratát.
tehát követte őket. Annál is inkább, hogy ugye itt a Kárpát-medencében már a magyarok honfoglalása előtt is jelen volt a kereszténység. Ugye? Tehát Pannonia, római provincia kereszténysége már a második századtól megjelenik. Ugye igaz, hogy hát az ariánus válság idején nagyon erős központja az ariánus eretnekségnek, például a híres szirmiumi püspökség, ami ma ugye Szálaszent Demeter, Szerbiában van. Ugye ez egy nagyon ókori központ, rengeteg vértanút adott, és egy időben az arianizmus központja volt, több zsinat is székelkött, és de végül ott is, de végül sikerült az arianizmustól megszabadulni. Vannak ókeresztény vértanúink is, például ugye Szombathelyen tisztelő Szent Quirinus, vagy magyarosan Szent Kerény, vértanú püspököt, ugye, és tehát jól dokumentált a kereszténységnek itteni jelenléte. Menjünk el ugye Pécsre, nézzük meg az ottani katakombákat, és látni fogjuk, hogy milyen gazdag múltja van. Na most ugye Nagy Károly volt az, aki ezen a területen elűzte az avarokat, és a Pannonia területét a Salzburg és a Passaui egyházmegyére bízta, akik többször vándorpüspököket küldtek az itteni népek megtérítésére. Tehát nem csoda, hogy amikor ugye bejönnek a magyarok, akkor szintén a misszionáriusok, elsősorban ugye bencések, akik ugye a passaui és a salzburgi egyházmegyéből jönnek. Többek között azért is, mert ugye maga Gizella is ugye is már felesége passauiból érkezett. De a magyarok is találkoztak a kereszténységgel már ugye a honfoglalás előtt, amikor ugye például az Eddel közben, amikor a kazár irodalom ugye már a 8. században fölvette a zsidó vallást, tehát már megjelenik az egyisten hit, és ugye utána viszont Ciril és Metód térítenek a kazárok között, tehát itt is itt már megjelenik a tiszta kereszténység, és a magyarok a kazár irodalommal való kapcsolataik révén a kereszténységgel is kapcsolatba kerülnek, és többen ugye megkeresztelkednek, tehát ez ugye a bizánci kereszténységet jelenti, hát tudjuk ugye, hogy például Szent Istvánnak az édesanyja, Sarolt is bizánci keresztény volt, sőt az a Koppány is, akit ugye hát a pogányság emblémájának tartanak, ő maga is megkeresztelkedett ugye Bizáncban. Tehát ott még az István a király operában is mondja, hogy hát ő fölvette Bizánc jelét, és ennek ellenére pogánynak tartják őt. No, szóval a honfoglalás után viszont Géza fejedelem egyre inkább a nyugati kereszténység mellett dönt. Őt például egy nyugati misszionárius, Querfurti Szent Bruno keresztelő meg. Viszont ugye folyamatosan vannak bizánci térítők is, például Hieroteos püspök, akit az ortodox egyház azóta szentté avatott, ami Szent István királyunkkal együtt, és ez a bizánci hatás például az erdély fejedelmek, az Erdély Gyula révén érvényesül leginkább. Tehát az, hogy milyen erős volt a keleti meg a szláv hatás, ez abból is látszik, hogy ugye egy csomó egyházi szavunk a szláv eredetű. Például a pap, például a ugye a malasz, ami a kegyelem őse, a biloszból, vagy például a vérmálás is egy a megerősítést jelent, az is szláv eredetű szó. Sorolhatnánk hosszasan, hogy ugye Szent István idejében is bőségesen alakultak itt területünkön ugye bizánci kolostorok is. Na most a kalandozó hadjáratok kudarcai után sokan Bizánc felé fordulnak és ott keresztelkednek meg. Ez is ugye a kelet és a bizánci hatásnak az egyik csatornája. De Géza fejedelemmel történik meg a döntő fordulat a nyugati kereszténység felé. Így például Géza 972-ben első Ottó német császártól kéri a térítőket,
és hát az egyik leghíresebb térítő az éppen Szent Adalbert Prága püspöke, aki Vajdnak, ugye Géza fiának lesz majd a megkeresztelője, és hát ifjúkori lelki atya. Hát azt tudjuk ugye, hogy Géza azért hát a maga kereszténységében hagyott némi kívánivalót, mert hát úgy gondolta, hogy vagyok én elég nagy úr ahhoz, hogy két Istennek szolgáljak, a régieknek is, meg az újnak is, és hát ugye az erkölcseiben sem teljesen hát tette magáévá a keresztény normákat. Ugye hát Istán édesanyjáról, Sarlottról is tudjuk, hogy hát nagyon erős férfias asszony volt, aki hát jobban lovagolt, mint bármelyik férfi, az asztal alá itta az összes férfi társait. Szóval egy ilyen nagyon nagy amazon hölgy volt, aki hát szintén nem az a Jámbor egész nap imádkozó stílus volt, viszont Géza érdekes módon mégis szívügyének tartotta, hogy a fiából egy szívbéli meggyőződéses keresztény neveljen, és hát ezt várta el Adalbert püspöktől. Ugye nagyjából ismerjük a történetet, nem kell részletezni, ugye, hogy ugye, amikor Géza meghalt, akkor kialakul ez a vita, hogy most milyen elv alapján történik az öröklődés. Ugye hát megvolt a nyugati primogenitúra elve, tehát hogy a elsőszülött fiú örökli az apjának a ugye, trónját, hatalmát, és Géza egyébként meg is eskedte halál előtt a magyar fejedelmeket, hogy Istvánt, az ő fiát fogják ugye trónra emelni. Viszont ugye a pogányszárny az a ősi ugye magyar elvet vallotta, hogy a legidősebb férfi rokon, aki ugye el is kellett, hogy vegye aztán a fejedelem özvegyét, és ilyen módon ugye hát Koppány lett volna várományos. István ugye legyőzi végül is Koppány, és második Szilveszter pápától ugye koronát kap, Masztrik ugye későbbi kalocsai püspök ugye hozza ezt a koronát, és 1000 karácsonyán vagy 1001 január 1-én meg is koronázzák István. Ugye hát a Istvánnak mi a térítő módszere? Hát mindenképpen megpróbálja ugye az egyházi struktúrát kialakítani, tehát az egyházmegyéket megalapítja. Először is ugye a magyar kereszténységnek a szívét, Esztergomot, 1040, mint esztergomi érsekséget. Ugyan ebben az időtájt alakulnak a veszprémi, kalocsai, illetve győri püspökségek, ugye Kalocsa csak később válik majd érsekségé, Veszprém pedig hát a 20. század végén. Aztán ugye 1009-ben következnek a Pécsi és az Erdélyi püspöksége, 1030-ban a Csanári püspökség, aminek ugye az első püspöke Szent Imre nevelője, ugye Szent Gellért, a későbbi vértanú. Aztán 1018-ban a Bihari püspökség, aminek a székhelyét Szent László majd Nagyváradra helyezi át. 1038-ban a Váci püspökség. Ugye hát azt mondják, hogy István 12 egyházmegyét gondolt el, de hát 10 sikerült neki megalapítani. Aztán ugye itt vannak a kolostorok, például ugye Pannonhalma, amit már ugye Géza megalapított, de István még inkább megerősített és előjogokkal elhalmozott. Vagy például a Veszprém völgyi görög rítusú apáca kolostor. Tehát megint ez a görög keleti vonal, ami ugyanolyan autentikusan a magyar gyökerekhez tartozik, mint a nyugati vonal. Aztán ugye az Istvánnak a törvényei, hogy papok kerülnek a királyi tanácsba, hogy az egyház jelentős anyagi támogatásban részesül, hogy 900-et is dézsmát, azaz 10-et kell fizetni, hogy például 10 falu építsen egy templomot. Ugye ismerjük, hogy a templomba járás is törvényi kötelezettség volt, hogy csak a tűzőrzők maradhattak otthon. Vagy például ismerjük azokat a szigorú törvényeket, hogy aki a templomban beszélget és rendetlenkedik, azt ugye ki kell űzni, és meg kell veszőzni a templom előtt, és meg kell borotválni a fejét, hogy ugye érezze a saját bőrét, hogy ezt nem lehet így folytatni. Na például vannak itt ilyen nagyon szép részletek István első-második törvénykönyvéből.
Azt mondja, például a király méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghezik alkotásai, fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok műveinél. És mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is Isten akaratából országunkat igazgatván, a régi és új császárok példáját követve, törvényhozói elmélkedéssel meghatározunk népünk számára, miképpen éljen tisztességes és békés élete. Hogy amiként isteni törvényekkel gazdagabbá lett, ugyanúgy világiakkal is legyen ellátva, hogy amennyire ama isteni törvények által a jók gyarapodnak, ugyanúgy bűnbődjenek a gonoszok emezek által. 10 falu építsen templomot, amelyet két telekkel, s ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, 6 ökörrel és 2 tehénnel, 30 apró marhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. Ha valakinek az Isten 10-et adott egy évben, a 10. részt adja az Istennek, és ha valaki a 10-ét elrejti, 9 részt fizessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített 10-et meglopja, mint tolvajt ítéljék el, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen. Hát ugye, szemére hányják Istvánnak a szigorúságát is, de hát ugye egy vadnépet nem lehet másként rendbe tanítani, kormányozni, csak ilyen drasztikus módszerekkel. És hát ez akkoriban általános volt. Ugye egyébként Istvánnak ugye ez a fő célja, hogy egyrészt, tehát valóban keresztényé tegye az ő népét. Másrészt pedig, hogy megőrizze az országnak az önállóságát. Tehát ugye, hogy a keresztény fölvétele ne jelentsen egyfajta vazallusi státusz például a német császár felé, hanem ugye politikailag is önálló legyen. És ennek a tervnek a része az is, amikor ugye halál előtt, ami 1038 nagyboldogasszony napján történt, ugye szűzanyának ajánlotta az országot. Egyrészt hát egy haldokló embernek az igazi jámbor cselekedete. Ugye emberileg nézve az ő sorsa eléggé hát szomorú, mert hiszen nem tudjuk pontosan hány gyermeke volt, azt tudjuk, hogy az elsőszülött az nagyon korán meghalt, ugye az Otto, aztán ugye az Imre is 24 éves korában. Ugye azt mondják sokan, hogy az a Batkan, ami állítólag megsebesítette, hogy az inkább egy merénylő volt, és hát azt is egyes kutatók felfedezték, hogy annak a merénylő egy olyan családnak a tagja volt, amelynek a címerében ott volt a Vatkan. Tehát hogy ez egy rejtjelöge, hogy a Vatkannak tulajdonítják a halálát. Egyébként Török József professzor, aki nekem egyháztörténelem tanára volt, azt mondja, hogy ez az Imrének, ez a szüzességi fogadalma, az onnan is érthető, hogy ugye Imre másodszülött volt, és abban a korban a másodszülött fiút általában egyházi pályára szánták. Tehát, hogy Imrét már fiatal korában papnak nevelték, és hogy ő kezdettől fogva annak a tudatában élt, hogy ő Istennek kell, hogy szentelje az életét, és amikor ugye a dinasztikus érdek azt kívánta, hogy mégis kössön házasságot, hát, hogy akkor ő meg akarta őrizni ezt az állapotát. Egyébként nem példátlan ez a döntés a középkorban, mert Gizellának a testvére, Szent Henrik császár az ő feleségével, Kunigundával szintén József házasságban élt például. Meg ugye a magyar fejedelmek, illetve hát magyar ország történetében is vannak példák még a középkorban. Hát ugye nem menjünk messze, mint Szent Kinga, ugye is az ő férje, Szentmérnes Boleszláv, ugye a lengyel király. Tehát többen döntöttek úgy házasként is, hogy megtartóztatásban élnek. Tehát ugye viszont ez az Imrének a döntése katasztrófa volt a istváni örökség megőrzése tekintetében, és ugye úgy hal meg István, hogy emberileg nézve nincs kire bízni az örökségét, hogy egy olyan emberre kell bíznia,
ugye az Orszeuló Péterre, aki ugyan rokon, de hát szívében nem is magyar, és nem is igazán milyen keresztény, tehát ugye a uralma is csődbe fulladt. És ebben a helyzetben István ugye érzi, hogy nincs más út csak fölfelé, csak az égiek felé, és ugye tudja, hogy a szűzanya az biztos, hogy komolyan veszi ezt a fölajánlást, és egyúttal pedig a vallásos középkorban, miután István volt az első, aki az országát fölajánlja a Szűz Máriának, a többiek ezt úgy értelmezték a többi országok királyok, hogy tehát Szűz Mária Istvánnak a törvényes utódja, tehát ő közjogi értelemben is királynője ennek az országnak. És hogyha ez Szűz Máriának a területe, a joghatóság, akkor ki mer majd ide betörni, ki meri ezt az országot leigázni, ki lesz az, aki majd szembe mer szállni Szűz Máriával és az ő ugye jogos tulajdonával. Tehát ez a döntés is biztosította a magyar szuverenitást, és tehát ez a Regnum Marianum eszme, ez sokkal több, mint egy ilyen öreg embernek a jámbor képzelődése, ugye. Sokkal több, mint egy legenda, hanem ez közjogi értelemben is egy valóság, és kegyelmi értelemben is, ugye az egész történelmünk mutatja, hogy Szűz Mária bizony-bizony komolyan vette és elfogadta ezt, hogy ő ennek az országnak a királynője és törvényes uralkodója, és ő a Szent Koronának is az igazi birtokosa. Ugye? Tehát az aktuális király az éppen az, aki aktuálisan, hát hogy mondjam, szabad ilyet mondani, Szűz Mária helytartója ezen a poszton, tehát valamiképpen, ugye, semmiképpen sem egy deszpota, egy autokrata. No, szóval a lényeg az, hogy Istvánnak a megítélésében azért figyelembe kell venni azt, hogy a korabeli ugye források mind csak pozitívan beszélnek róla. Tehát arról is, hogy milyen uralkodó volt, egy vesztes csatára nem volt. Olyan uralkodó, akinek sikerült ezt a népet ugye elismertetni a keresztény világgal, az önállóságát, szuverenitását biztosítani, megalapozni a kereszténységet, ami ugye már ezer éve tart, még hogyha meg is van ugye sebezve sok szempontból, de még mindig tart, mi is ennek a gyümölcsei vagyunk. Másrészt pedig olyan ember, akiről egyetlen krónika, egyetlen ellenség sem tudott semmi rosszat mondani. Tehát egy dokumentumban sem találunk kritikát, vagy valamiféle pletykát, vagy valamiféle bírálatot vele szemben. Hát ez azért sokat jelent, nem sok ilyen van a történelemben, úgyhogy azért bízhatunk az egyház ítéletében, hogy ez nem egy politikai döntés volt, amikor őt szentté avatták, hanem ez a valóságnak az állítása volt. És ugye ez azért hangsúlyozom mindig ilyen vehemensen, mert hát például a iskolában, ugye katolikus iskola, olyan gyerekek, akik valamelyik óvodás korától hittakra járt, és bármelyikről kérdezem, hogy miért tiszteljük szentként István, nem kapok választ sehol sem. Nincs válasz, ugye. Volt olyan kis előadást kellett készíteni, első István király, a világért nem mondanák azt, hogy szent. Első István király, és akkor ugye említik a vazónak a megvakítását, meg a koppánynak a felvégelését, tehát egy közönséges bűnözőként állítják be. Lehet, a Wikipédián, vagy valamilyen ilyen internetes forrásban így írnak róla, de hát mondom, azért érdemes lenne nem csak a liberális és keresztény ellenes forrásokból tájékozódni, hanem egy kicsit szélesebb látókörben is. És egy kicsit az adott korban behelyezkedve, hát ugye fölmérni ezeket a dolgokat. Egyébként ugye én mindig a vazul kapcsán azt szoktam mondani, hogy gondoljunk csak bele, hogy ki az, aki Szent István szenté avatatja az ország, ugye az oltár elleni Szent László, aki ugye vazulnak az unokának. Tehát, hogyha ő megértette, hogy miért volt erre szükség, és hogy ez a legenyhébb fajta büntetés volt, ami egyszerűen vazult képtelenítette az uralkodásra, hogy ne a pogányság győzzön, ugye? Tehát László megértette.
megismerte. László megbocsájtotta, és László fölismerte Istvánnak az élet szentségét. Ennek ellenére, hát ha az unoka megtette, akkor tegyük meg mi is azért. Úgyhogy na, legközelebb akkor majd egy kicsit kitérünk a bizánci egyházra, illetve arra az első szomorú szakadásra, ami 1054-ben történt, ugye a keleti és a nyugati egyház között, és aztán egy kicsit majd az iszlámmal is foglalkozunk, de hát majd akkor ezt márciusban valamikor. Köszönöm a kedves figyelmüket!